Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. A felső oktatás napját ünnepelték. Kettős évfordulót ünnepel 2023-ban a gyulai kar. 71 jogsértés az utakon. Tehergépkocsikat és autóbuszokat ellenőriztek a rendőrök Békés vármegyében. Munkajogról anyukáknak. A Baba-Mama Klub tagjai hallgathattak előadást a munkába állásról. Változik a forgalmi rend. Szombaton egyirányúvá válik a Szőlős utca nagyobbik szakasza. Kettős évfordulót ünnepel idén a gyulai felső oktatás. 30 éve indult el a városban az egészségügyi, 20 éve pedig a szociális képzés. A gyulai felső oktatás napján az ezekhez a tudományterületekhez kapcsolódó témákkal foglalkoztak, ez a nap híre. 30 éve kezdődött meg Gyulán a diplomás ápoló, 20 éve pedig a szociális munkás képzés. Ez a két évforduló adta a hátteret a gyulai felső oktatás napjának, melynek programjai csütörtökön a Városházán kezdődtek. Az eseményen Janka Ferenc, a Gál Ferenc Egyetem rektorhelyettese úgy fogalmazott, a tudomány fontos, de fontosak az emberi kapcsolatok, az embernek Istennel való kapcsolata is. Az egység képviselete és szolgálata, a küldetése minden egyházi intézménynek, így az egyházi egyetemnek is, ahol van egy közösségi szellem, ahol egy mindenkiért és mindenki egyért dolgozik, ahol helye van a kiválóságnak, a kiválóság fejlesztésének és gondozásának, és ugyanakkor egymás segítésének és az összetartozásnak. Fontos missziót tölt be ez a kar keresztény szellemiségű segítő szakemberek képzésében, továbbképzésében, hangsúlyozta Dux László, a GFR rektora. Országos kisugárzása van egyébként ennek a karnak, tehát most már büszkén mondhatjuk, hogy a Kecskeméti és Budapesten Szent Ferenc Kórház, Irgalmas Rendi Kórház is komoly együttműködő partnerünké vált és számít az itt kialakított oktatási, képzési kapacitásokra. Hasonlóképpen komoly megkereséseket kapunk a Hungary Health program keretében, hogy keresztény üldözött fiataloknak az állami ösztöndíjas egészségügyi és szociális képzését tudjuk vállalni. Kovács József országgyűlési képviselő a gyulai felső oktatás múltjával kapcsolatban úgy fogalmazott, sokáig nem látszott hosszú távú jövőkép, de a Gál Ferenc Egyetem belépésével ez megváltozott. Herceg Tamás országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, a Vármegye felső oktatásának önmagán túlmutató szerepe van. Rákóczi Attila, a kormányhivatal főigazgatója arról beszélt, az elmúlt évtizedekben közel 1000 ápolót és 3300 szociális munkást képeztek Gyulán, mindez hozzájárult a Vármegye népesség megtartó erejének növekedéséhez. Ma már elmondhatjuk, 30. évfordulón, hogy biztos kezekben van a gyulai felsőfokú képzés. Görgény Ernő gyulai polgármester azt mondta, egy város presztízsét nagyban meghatározza, rendelkezik-e felsőoktatási intézménnyel. Nem csak a felsőfokú képzés megindításáért kellett hosszú küzdelmet folytatni, de a megtartásáért is. És hogy miért övezte siker mindazoknak a munkáját, akik az elindítás és a megtartás érdekében dolgoztak, szerintem a következő okok tárhatók föl. Egyrésztről Gyulán egy olyan képzést indítottak útjára, amelynek megvannak a személyi feltételei, megvan hozzá a tudásbázis. Becsei László, a Békés Vármegyei Központi Kórház főigazgató főorvosa azt mondta, intézményük az egyik első számú haszonélvezője az egyetem működésének, ugyanakkor a kórház a hallgatók képzését is biztosítja. Evidencia az, hogy bármilyen orvos szakmai tevékenység az nem ér semmit tulajdonképpen egy megfelelően képzett szakorvosi szakdolgozói segítség nélkül, és nem csak az ágy mellett dolgozó ápolókra gondolok, hanem az egészségügy valamennyi területén szükséges az, hogy a mai kornak, a mai technikai fejlődésnek, a mai tudás színvonalának megfelelő képzettséggel rendelkezzenek ezek az ápolók és szakdolgozók. Vince Gábor, a gyulai kar dékánja arra hívta fel a figyelmet, hogy nem csak az egyházmegyei oktatásnak van 1000 éves múltja ebben a térségben, hanem az egészségügy intézményesített hagyományai is 500 évre nyúlnak vissza.
A nap során az előadók az egészségügyi és a szociális képzéshez kapcsolódó témákkal foglalkoztak. Május 8-a és 14-e között tehergépkocsikat és autóbuszokat ellenőriztek a rendőrök. Békésvár megyében 71 alkalommal állapítottak meg jogsértést. Az előző héten, vagyis május 8-a és 14-e között európai szintű fokozott ellenőrzést tartott a rendőrség. Ez alkalommal a teherforgalom és az autóbuszok voltak a fókuszban. Összesen 4456 tehergépkocsit és 451 autóbuszt vizsgáltak meg a rendőrök hazánkban. Békésvár megyében az ellenőrzött járművek esetében 71 alkalommal állapítottak meg jogsértést. Szombati Andrea, a Békésvár megyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője kiemelte, olyan szintű szabálytalanság nem történt, ami miatt azonnali közlekedési korlátozást kellett volna elrendelni. A tehergépkocsik ellenőrzése során vezetési és pihenőidővel kapcsolatos szabályszegések miatt egy alkalommal, a jármű és rakomány biztonsággal kapcsolatban 14 esetben, míg az okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt egy alkalommal kellett intézkedni. A tehergépkocsi vezetők ellenőrzése során egy esetben merült fel alkoholfogyasztás gyanúja. A gyulai közúti határátkelő helyen is kiemelt figyelmet fordítanak a kollégáim az ittosság ellenőrzésre, tehát amikor belépésre jelentkeznek az átkelőhelyen a járművezetők, akkor nem csak az okmányok és a jármű ellenőrzése történik meg, hanem a járművezetőt meg is szondáztatják. És bizony az elmúlt időszakban is előfordultak olyan esetek, amikor a tehergépkocsi vezetőknél jelzett az alkoholszonda, ilyenkor nem mehetnek tovább, hogyha olyan értéket mutat a szonda, hogy bűncselekményt követhetett el a sofőr, akkor el is veszik a vezetői engedélyét. A gyorshajtás vezető baleseti ok Magyarországon. A forgalombiztonság szempontjából a passzív biztonsági eszközök használata mellett fontos a sebességbetartása is. Az ellenőrzés során 48 olyan teherautóról készítettek felvételt a munkatársaim, amely túllépte a megengedett legnagyobb sebességet. A gyorshajtás is vezető baleseti ok Magyarországon. Ilyen formában természetes, hogy ezen is igyekszünk fellépni azért, hogy minél kevesebb baleset történjen. És még egy szintén aktuális és fontos dolog, a tehergépkocsiknál azt is tapasztalták 5 esetben a kollégáim, hogy a sofőrök nem kötötték be magukat, tehát nem használták a biztonsági övet. A biztonsági öv használata azért fontos, mert egy esetlegesen bekövetkező balesetnél ez a biztonsági eszköz, tehát a biztonsági öv jelentősen csökkentheti a sérülés súlyosságát. A Békésvár megyei rendőrfőkapitányság munkatársai kérik a teherautósokat, buszvezetőket és mindenkit, aki közlekedik, hogy tartsák be a szabályokat, hiszen ez közös érdekünk. Munkajoggal, társadalombiztosítással és vállalkozásmenedzsmenttel kapcsolatos kérdésekkel várták az édesanyákat a Ciróka Maróka Baba Mama Klub keddi foglalkozására. Az interaktív beszélgetés központi témája az volt, hogyan térhetnek vissza a kisgyermekesebbek minél zökkenőmentesebben a munkavilágába. A kisgyermekes szülők körében sokakat érdeklő interaktív délelőttöt szerveztek kedden a Ciróka Maróka Baba Mama Klubba, ahol a keddi foglalkozás témája a visszatérés a munkavilágába volt. Simon Barbara, az esemény szervezője elmondta, a tematikus délelőttöket a klubtagok érdeklődési köre szerint építik fel, ahol a szülők és gyermekek kellemes hangulatban, felhőtlen játék közben ismerkedhetnek egymással. Már évek óta van ez a Baba-Mama Klub, minden kedden 10 órától, itt a művelődési házban szoktunk összegyűlni, van, amikor csak szabad játékra, és van, amikor pedig szervezünk különböző programokat, előadókat, mint például most ma például a anyaként munkába állás lesz a témánk, és ebben segít nekünk egy jogi szakértő. Saját vállalkozása van a két kisgyermekes édesanyának, és egyben a Hova tovább a munkába interaktív program témavezetőjének, Altorjai Eleonórának. A jogász és munkaügyi szakértő évek óta tagja a Baba Mama Klubnak, azóta önkéntesként segít eligazodni az anyatársaknak a jogszabályok útvesztőiben. Ezek a részmunkaidő, felmondás, társadalombiztosítási ellátások, mindenféle támogatások keretein belül szoktak kérdések jönni, valamint a vállalkozás indítás az egy nagyon fontos
téma itt az anyukák körül. Ugye a gyermekek már rengetegen szeretnének otthon dolgozni, szeretnének a szakmáikban dolgozni, akár csak műkörmösként, vagy bármilyen kozmetikai, szépségipari szakmájukban, vagy kézműves tevékenységet szeretnének üzletszerűen végezni, akkor erre is van lehetőség is. És ilyen kérdésekkel szoktak inkább megkeresni, hogy ezt hogyan tudják megtenni a baba mellett. Altorjai Eleonóra folyamatos képzésre, tanulásra, új szakmák szerzésére és akár vállalkozás indítására biztatja a kisgyermekükkel otthon lévő szülőket. A Baba Mama Klubban segítséget és támogatást kaphatnak a szülők egymástól, mellette barátságok születhetnek kicsik és nagyok közt egyaránt. Szombaton 9 órától egyirányúvá válik a Szőlős utca, Scherer Ferenc utca és Ferencesek tere közötti szakasza. A Szőlős utca egyirányúsítását a gyulai önkormányzat a Szőlős utcai lakosok megkeresése alapján a rendőrség és közlekedési szakemberek bevonásával vizsgálta felül. Ennek során megállapították, hogy az érintett szakasz egyirányúsítása közlekedésbiztonsági szempontból javasolt. A gyulai képviselőtestület úgy döntött, hogy az említett szakaszt a Ferencesek tere irányában egyirányúvá teszi úgy, hogy a kerékpárosok mindkét irányban közlekedhetnek. A forgalmi rendváltozás május 20-án szombaton 9 órától lép életbe. Július 9-től teltházzal működik a felújított Erkel Hotel. Rövid hírek következnek. Kéthetes üzemszünet van jelenleg Gyula legnagyobb szálláshelyén. A Munkácsi szám teljes felújításakor felmerültek olyan munkálatok, melyek érintik a közműveket. A cégcsoportnál országos szinten egy márkanév megújítás történik. Ennek a jelenlegi állomása a gyulai Erkel. Számtalan olyan munkálatot végeztek, mely ezzel kapcsolatos. Megújult a lobby és a recepciós pult kinézete. Emellett az összes logót és márkanevet érintő feliratot is lecserélték. Az egyik legnagyobb volumenű újítás az étterem bővülése. Boros Zoltán kiemelte, minimális beavatkozással sikerült egy panoráma éttermet létrehozniuk, melynek a befogadó képessége 400-ról 500 főre bővült. A Munkácsi szárnyban összesen 122 szoba újul meg teljesen. Lényeges eleme a beruházásnak, hogy az eddig 3 csillagos besorolást 4-re emelik. Így Magyarország egyik legnagyobb wellness szállodájává lép elő az Erkel a 308 szobás 4 csillagos besorolással. Boros Zoltán kiemelte, az eredeti ütemterv előtt megnyílhat a vendégek számára az új szárny. A tervek szerint július 1-től a szálloda teljes kapacitással üzemel, július 9-től pedig egy nagy volumenű sportesemény lesz a térségben, melyre hivatalos szállásként teltházzal várják a röplabdásokat. Boros Zoltán kiemelte, a koronavírus járvány utolsó időszakában rengeteg vendég megtapasztalta a hazai turizmus megújult színvonalát. Azóta visszatért a külföldi desztinációk népszerűsége, de sokan egy második nyaralásnak, vagy akár első számú döntésnek belföldi szállodákat választanak. A szálloda fő küldő piaca belföld. A vendégek 85-90%-a nagyobb városokból érkezik Gyulára. Közülük 30-40% Budapestről látogat a fürdővárosba. A külföldi vendégek aránya évről évre növekszik, ők többségében Romániából érkeznek, az első számú küldőtelepülés pedig Bukarest. Erős emelkedést mutat a hazai vendégészakák számának emelkedése a turizmus.com portál adatai alapján. Az e témáról szóló összeállításban kiemelt szerep jutott Gyulának, a békési fürdővárost a pozitív példák között említik. Azt már megszokhattuk, hogy Gyula a legnépszerűbb hazai célpontok egyikének számít a belföldi vendégek körében. Az idei év első 4 hónapjában sincs ez másképp. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ szerint a belföldi utazók különösen Budapestet és környékét, illetve Gyula térségét keresték fel a legszívesebben. Az igazi meglepetés azonban az, hogy az idei év első 4 hónapjában a hagyományosan a belföldi vendégfogadás terén erősebb Gyula a külföldi látogatók terén is nagyot erősödött. Ezen időszak alatt ugyanis nem kevesebb, mint 60%-kal nőtt a külföldi vendégek száma. A Hírt közösségi oldalán kommentálta Görgényi Ernő gyulai polgármester, aki hangsúlyozta,
Pozitívan indult az év a turisztikai szektorban. Jövő hétvégén, május 26-a és 28-a között rendezik meg a Gyulai Pálinka Fesztivált. Az eseménnyel kapcsolatban szerda délután a rondellánál tartottak beharangozó sajtótájékoztatót. Görgényi Ernő polgármester kiemelte, ez az egyik legnagyobb gyulai rendezvény, mely a kulturális és gasztronómiai programok mellett számos értékes kísérő programmal bír. Idén ilyen lesz a Gyula mellett Békés és Békés Csaba által szervezett háromváros kerékpáros fesztivál. A sajtótájékoztatón Bora Imre fesztivál igazgató elmondta, fontosnak tartja a város támogatását, mely nem csak anyagi értelemben nyilvánul meg. A fesztivál egyik lényeges célkitűzése, hogy éltesse a kapcsolatot az anyaország és a határon túli magyar lakta területek között. A rendezvényt sokan a zenei programok miatt várják, ők többek között Korda György és Balázs Klári, Magna Cum Laude, valamint Tankcsapda koncerten vehetnek részt. A hét elejére lényegében befejeződtek az egynyári virágok ültetési munkálatai Gyulán. A közüzemi Kft. Munkatársai a csapadékos idő beállta előtt igyekeztek végezni a feladattal, és ez alapvetően sikerült is. A 45 ezer palántából már csak néhány ezer nem került a helyére, ezek leginkább a sárban is könnyen elérhető helyeken találhatók. Bányai György, mint a hazai virágos zsűri egyik tagja, arra hívta fel a figyelmet, hogy a Gyulán kiültetett 45 ezer egynyári növény a hasonló méretű városokkal összehasonlítva kiemelkedőnek számít. A növények összetételében az elmúlt évekhez képest nincs jelentős változás. Gyulán a témában érintett szakemberek minden évben összeülnek és értékelik a tapasztalatokat, adott esetben pedig kicserélik azokat a fajokat, melyek kevésbé váltak be. Bányai György arra hívta fel a figyelmet, hogy nem csak mennyiségben, hanem a virágfajták gazdagságát tekintve is nagy a sokszínűség a városban. Az elmúlt években Gyula minden létező díjat megnyert nem csak idehaza, hanem Európában is. Az elismerések azóta is érkeznek, 2022-ben a város aranyfa minőségi díjat nyert. Ezt egy összetett szempontrendszer alapján ítélték oda, nem csak a virágos közterületek számítottak, hanem a lakossági részvétel a város szépítésében, a környezetvédelem, az ökológiai sokszínűségre törekvés és a fenntarthatóság is az értékelt szempontok között szerepelt. Mozgásfejlesztő teraszra pályázik az Orosházi Katolikus Óvoda. Lapszemle következik. Rejtélyek, sorsok, múmiák. Az ezzel a címmel megnyitott időszaki kiállítás a Váci Fehérek templomának kriptájából feltárt páratlan leletegyüttest mutatja be, írta a Munkácsi Múzeum közösségi oldala. A tárlat két kiállítóteremben hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között látogatható. Hatodik alkalommal nyertek a kistelekiek. A Harmat József hitoktató és kántor vezette kisteleki betlehemes csapat ismét megnyerte az Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány tavaly kiírt versenyét, írta a szegedcsanát.hu. A csapat jutalma egy horvátországi nyaralás. Mozgásfejlesztő terasz a cél. Orosháza óvodái közül egyedüliként nevezett a Szabmat Magyarország óvodafejlesztési pályázatára az Ötvös József katolikus óvoda. Az Orosz Café azt írta, az intézmény célja, hogy teraszukat felújítva egy mozgásfejlesztő teret alakítsanak ki a gyerekeknek. Megjöttek a gyurgyalagok. A 10.000 kilométeres út megtétele után szinte rögtön hozzá is fogtak a költőhelyű szolgáló hosszú üregeik elkészítéséhez. A Körösmaros Nemzeti Park weboldala azt írta, a hím gyurgyalagok ajándékokkal, azaz rovarokkal kedveskedtek a tojóknak, így akarják bizonyítani, hogy képesek az utódnevelésre. Továbbra is borongós, esős időre készülhetünk, de egyre többször süthet ki a nap. A hétvégek kevesebb csapadékot és melegebb levegőt hoz. Pénteken is gyakran lesz borult az ég, de a kisebb csapadék mellett már több órára kisüt a nap. Éjszaka 9 fokot, a kora délutáni órákban 23 fokot mutatnak majd a hőmérők. Szombaton már csak elszórtan fordulhat elő csapadék, sok napsütésre van kilátás, a hőmérséklet pedig 11 és 24 fok között változik.
Lássuk még egyszer mai híreinket. A felső oktatás napját ünnepelték. Kettős évfordulót ünnepel 2023-ban a gyulai kar. 71 jogsértés az utakon. Tehergépkocsikat és autóbuszokat ellenőriztek a rendőrök Békés vármegyében. Munkajogról anyukáknak. A Baba-Mama Klub tagjai hallgathattak előadást a munkába állásról. Változik a forgalmi rend. Szombaton egyirányúvá válik a Szőlős utca nagyobbik szakasza. A Gyula TV híradóját látták. Kövessék híreinket, videóinkat a közösségi oldalakon és a gyulatelevízió.hu-n. Köszönjük figyelmüket!